Jó estét kívánok, ez a Kanizsa TV híradója június 4-én csütörtökön. Nézzük először fontosabb híreinket röviden. Operatív törzs. Lesz mozi, színház, uszoda, de a vásárlási korlát marad. Fürdőhelyek zárva, több strand sem nyit ki a környéken. Vízilabda. Újra medencében készülhetnek a kanizsai pólósok. Most pedig jönnek a részletek és további híreink. A járvány első szakaszában Magyarország sikeresen és eredményesen védekezett, a vírus azonban mindaddig veszélyes, amíg nincs rá vakcina, mondta Gulyás Gergely a mai kormányinfon. A miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, az országgyűlés elé benyújtotta a kormány a veszélyhelyzet megszüntetéséről és a járványügyi készültség fenntartásáról szóló törvényt. Magyarország eddig 590 milliárd forintot fordított a járványügyi védekezésre, a készültséget viszont továbbra is fenn kell tartani. Az országgyűlés várhatóan június 16-án dönt a veszélyhelyzet megszüntetéséről, amellyel egyidejűleg marad az operatív törzs munkája, és továbbra is változatlan lesz a kórházak irányítási rendszere. Az időseket érintő vásárlási idősávok továbbra is érvényben maradnak. A kormány a tegnapi ülésén döntött arról is, hogy a rendezvényekre vonatkozó korlátozás fennmarad, de az általános korlátozások a veszélyhelyzet végével megszűnnek. Ilyen a színházak, múzeumok, mozik és fürdők zárvatartása. Az operatív törzs mai tájékoztatóján Müller Cecília elmondta, a járvány nyugvó pontra érkezett hazánkban. 23 új igazolt beteget regisztráltak, 5 fő elhunyt és 1210 az aktív fertőzöttek száma, ismertette a számadatokat az országos tiszti főorvos. A kedvező járványügyi adatok lehetőséget adnak az óvatos változtatásokra, hangsúlyozta a szakember. Egy részleges látogatási tilalmat feloldó határozatot hoztam. Ez azt jelenti, hogy a látogatás lehetőségét a szociális intézményekben is biztosítani kell. Ez a teljes vertikumra kiterjed, tehát nem csak az idős otthonokról beszélek, hanem valamennyi szociális ellátási formát érinti ez a tegnap általam kiadott rendelkezés. A szabályok betartásával kell azonban a látogatások során is eljárni, hangsúlyozta az országos tiszti főorvos. Zala megyében egyébként az elmúlt 24 órában egy embernél mutatták ki a fertőzést, így térségünkben 256 az igazolt koronavírusos betegek száma. Már biztos, hogy nem nyit ki a letenyei strand és termálfürdő az idei szezonra. A koronavírus járvány következtében számos bonyolult előírásnak kell megfelelni, azonban a város vezetése arra a döntésre jutott, hogy gazdasági szempontok miatt zárva tartanak. A közeli kistolmácsi szabadtéri strand viszont már várja a látogatókat. A tavalyi évben, amikor megnyitotta kapuit a strand és termálfürdő, valamint kemping, az önkormányzat jelentős felújításokat végzett, és így is a szezont a 2,5 hónapra 9,1 millió forintos veszteséggel zárta, pedig akkor még nem volt koronavírus járvány. Ha ehhez nyitnák az idei szezont úgy, hogy a pandémia és veszélyhelyzet még érvényben van, akkor körülbelül dupla ekkora veszteségre lehetne számolni, hisz közel 14 millió forint összegű gépjárműadó bevételtől, illetve közel 1 millió forint idegenforgalmi adótól esett el a város. A strandfürdő üzemeltetése vonatkozásában, illetve a nyitásra készülve megvannak azok a számok és adatok, amelyekkel egy ilyen létesítményt lehet üzemeltetni, és megvan ennek a létesítménynek a befogadó képessége is. Na most számolva az egyszerre egy időben jelenlévő fürdőzőkkel és tulajdonképpen a szolgáltatásokat igénybe vevőkkel körülbelül felére csökkenne a létesítményben tartózkodó személyeknek, fürdőzőknek a száma, ezáltal mindenképpen napi szinten is már veszteséggel kell számolni. A Letenyéhez közeli kistolmácsi strand már várja a látogatókat. Igaz, az időjárás még nem kedvez a fürdőzőknek. A horgászok viszont már pecázhatnak a tópartján. A két szomszéd települések strandjai nem nyitnak ki, így az idei évre több vendégre számítanak. Kistolmács szabad strandja ebbe az évben is üzemelni fog. Minden fürdőzőnek a figyelmét föl fogjuk hívni,
táblákkal, amelyek már ki vannak helyezve a fürdőző szabálynak betartására. Tehát mivel a koronavírus miatt itt fokozottan kell egymásra figyelnünk, ezért a táblákkal figyelmeztetjük az idelátogatókat, hogy azokat, amiket a kormány előírt törvényeket, azokat tartsák be. A strand mellett mosdó is üzemel, amelyet minden nap fertőtlenítenek. A zuhanyzókat pedig az itt nyaralóknak, a kempingezőknek tartják fenn. Csökkent a foglalkoztatottak száma a tavalyi évhez képest. A gazdaság legtöbb területét negatívan érintette a koronavírus járvány. A leginkább érintett területek a vendéglátóipar, a kereskedelem és a turizmus. 2020 áprilisában a foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4.368.000 fő volt, ami az előző hónaphoz képest 73.000 fős, tavalyi áprilishoz képest pedig 136.000 fős csökkenés, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A legtöbb érdeklődő pedig májusban jelentkezett munkanélküli státuszra. Bizonyos pozíciókra nagyon-nagyon magas volt az érdeklődés, és ez mind a mai napig érzékelhető. Ugye a járvány előtt azért jóval alacsonyabb munkanélküliségi rátával számoltunk, most azért ez majdnem 5%-kal emelkedett az elmúlt 3 hónapban. Az álláskeresők érdeklődését azonban június-júliusra várják, ugyanis ekkor jár le a 3 hónapos segélyellátás. Programoknak a vége felé közeledve váratlanul ért bennünket március közepén a rendkívüli helyzet. Ennek során a munkavállalóink, álláskeresőink egy részénél megtapasztaltuk azokat a helyzeteket, amelyek általában országos szinten is jelentkeztek. Gyakorlatilag a vendéglátóiparban, kereskedelemben, néhány szolgáltatásban dolgozó, támogatott partnerünk programban lévő ügyfelünknél a foglalkoztatás megtorpanása következett be. A legtöbb esetben azonban sikeresen megoldották a munkáltatók a munkahely megmentését. Sok helyen szabadságra küldték a dolgozókat, fizetés nélküli szabadsággal vagy egyéb módon szüneteltetéssel, más területekre irányították át a személyeket. Elmaradt az idei TESZED akció a koronavírus miatt, pedig idén is nagy szükség lenne hasonló összefogásokra Nagykanizsán és környékén. A városban annak ellenére, hogy minden feltétel adott a szelektív hulladékgyűjtéshez, mégis nagyon sok szemét kerül a városhoz közeli erdőkbe, parkokba. Nap mint nap szörnyűködve láthatjuk az utak mentén a rengeteg törmeléket és piszkot, amivel nem csak a természetet, a környezetünket, de saját egészségünket is romboljuk, ha ilyen helyen szabadulunk meg a feleslegessé vált dolgainktól. Jelenleg is több helyen találhatók illegálisan kidobott szemetek és veszélyes hulladékok az erdő szélén. Temérdek, műanyag, használatra alkalmatlan elektromos készülékek és egyéb felháborodásra okot adó hulladék, amiket az erre kijelölt helyeken kellene leadni. Ezzel megelőzhető lenne a látvány és a saját környezetünk egészsége. Kihirdették a víz és klímaváltozás címmel meghirdetett rajzpályázat nyerteseit. Az óvodások, valamint az alsó és felső tagozatos diákok március 16-áig küldhették el munkáikat, az elbírálás pedig nemrégen, május végén történt meg. A Vízvilágnapja már 1993. március 22 óta minden évben megtartott esemény. Idén is hirdettek rá rajzpályázatot, melyre óvodások és iskolások nevezhettek Nagykanizsáról és környékéről. A víz és a klíma nélkül nem lehet elképzelni. És ezért az idei évben azt adtuk a címnek, a kiállítás címének és az egész rendezvénynek, hogy a Vízvilágnapja és a klímavédelem. Tehát nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az ifjúságnak, a diákoknak olyan dolgokat tudjunk sugallni, hogy érezzék azt, hogy milyen lényeges a kis lépésekben is az ő szerepük. A koronavírus járvány miatt azonban hivatalosan a díjakat még nem osztották ki. Az alkotásokat viszont online felületen, a Kanizsai Kulturális Központ Facebook oldalán megtekinthetik. A kiállítás remélhetőleg, amint az intézményt, a Hevesi Sándor Művelődési Központot kinyithatjuk, akkor lehet majd megtekinthető, lesz megtekinthető itt az előcsarnokban. A díjakat pedig ezt követően tudják átvenni a diákok, meg az óvisok.
értesítés már el lett küldve az iskoláknak, óvodáknak, hogy mely gyerekek szerepeltek kiválóan ezen a rajzpályázaton. Az alkotásokat Domina Zsóka, Kassainé Szarjas Gertrud, a Kanizsai Képző és Iparművészek Egyesülete tagjai, valamint Horvátné Gelencséredét bírálták. A nyerteseket az önkormányzat által felajánlott tárgyutalomban és oklevéllel díjazzák. Majd 3 hónap kihagyás után újra medencében készülhetnek a fiatal kanizsai vízilabdázók. Az edzők dolga ugyanakkor az enyhítések után sem egyszerű, hiszen az uszodák továbbra is zárva vannak, és az érintkezést is kerülni kell a tréningeken. Négy hete edzhetnek újra együtt a KVSE utánpótláskorú pólósai, de kezdetekben csak szárazföldi tréningeket tarthattak az edzők. Az enyhítéseknek köszönhetően bizonyos létszámkorlát mellett 2-től már használhatják a szabadtéri medencét a sportolók, de a labda továbbra sem kerülhet elő. Nem lehetett különböző kontakt a gyerekek között, tehát még az sem, hogy focizzunk egy jót, ezért különböző koordinációs gyakorlatok, futóiskolai gyakorlatok, lépcsőzés, tehát olyan ott erősítő hatású gyakorlatok, olyan feladatokkal készültünk, hogy igyekezünk visszarázódni a munkában, meg együtt lenni, de nyilván ez még akkor sem pótolta a vízi munkát. Hát most ez egy új helyzet, hogy itt lehetünk a strandon, és végre vízbe kerülünk, hát labda még nincsen, de végre úszhatnak a srácok, úgyhogy reméljük, hogy ez már csak jobb lesz. A 10-11 éves fiatalok vízilabda iránti lelkesedését különösen nehéz volt fenntartani az elmúlt csak nem 3 hónapban. Az enyhítések első szakasza is csupán annyiban segített, hogy végre személyesen is találkozhattak a gyerekek. A játék továbbra sem engedélyezett, de az edzők abban bíznak, hogy az előírások hamarosan ezt is lehetővé teszik. Ezek a gyerekek nem azért járnak vízilabdázni, mert nekik mindenük a vízilabda, és teljesen elkötelezett hívei lennének a sportágnak. Azért járnak le, mert szeretik a vizet, labdát, társaságot, szeretnek játszani. Hát ebbe a főleg első 8 hétbe a víz hiányzott, a társaság hiányzott, az edzésekbe a labdát, a játékot az ember próbálta becsempészni, de hát ez sokszor erőltetett lett, nem az igazi volt. Úgyhogy ezek az edzések nem arról szóltak, mint amikor itt az uszodában nap mint nap edzünk. Szövetségi döntés még nincs arról, hogy milyen rendszerben folytatódnak majd az utánpótlás bajnokságok. A KVSE felkészülése azonban nem áll meg. Az edzők tervei között szerepel, hogy az iskola szünet alatt is lesznek edzések és nyári táborok. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Operatív törzs. Lesz mozi, színház, uszoda, de a vásárlási korlát marad. Fürdőhelyek zárva, több strand sem nyit ki a környéken. Vízilabda. Újra medencében készülhetnek a kanizsai pólósok. Ez volt a Kanizsa TV híradója június 4-én csütörtökön. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Figyelmüket kollégáim nevében is köszönöm, viszontlátásra!